A rangadónak indult, sima vendéggyőzelemmel zárult a Nagyhalász Ibrány találkozó, amely mindkét csapat számára az évmeccsének számít. A vendégek ezúttal más minőséget képviseltek, mint a házigazda, a szünetben már 3-0-ra vezettek az ibrányiak, az 5-1-es végeredmény pedig nem is igazán fejezi ki a két csapat közötti különbséget. Az ibrányiak a dobogót célozták meg, és bármi csak két forduló telt el a bajnokságból, úgy tűnik, jó úton jár Gerlicki Máté együttese. Nem feltétlenül csak az újak húzzák ezt a csapatot, hanem már a régi mag az egy nekem megfelelő mag volt. Olyan játékosokat szerettem volna hozni a nyáron, akik játékban tudnak nekünk segíteni a labdabirtoklásban, de hát szerintem ma is látszott, hogy erre helyezzük a hangsúlyt. Úgyhogy ebben mindenféleképpen előre léptünk, és ezáltal azért több helyzetünk is van. Ezekben most már azért többet be tudunk lőni. A tavalyi évben ez volt a problémánk, egyik legnagyobb problémánk, hogy nem volt annyi helyzetünk, ebből kevesebb gólt lőttünk, így kevesebb lett a pontunk is. Most azért erre van esély, hogy elmozduljunk pozitív irányba. A hazaiak edzője szerint a rossz taktika vezetett a súlyos vereséghez. Megtisztelő még mindig számunkra, hogy egy ilyen szintű csapat, mint az Ibrány, az év meccseként kezeli ezt a mérkőzést. Természetesen mi is így vagyunk ezzel. Azt mondom, bevallom őszintén, hatalmas edzői hiba volt, ez az én hibám volt az egész. Egy idézettel is alátámasztanám, hogy gyáma népnek nincs hazája. Szerettünk volna az elején egy kicsit puhatolózóbb játékot kieszközölni, kikényszeríteni. Az ellenféltől nem sikerült, belerohantunk sajnos, ez az igazság. A forduló további eredményei: Kemese Gyulaháza 2-2, Nagyecsed Máté Szalka 2-1, Baktolóránt Háza Sényő 1-3, Tiszavasvári Tuzsér 1-1, Nyírgyulaj Tiszalök 6-0, Mándok Szakoly 2-0 és Tiszakanyár Fehérgyarmat 4-0. Két fordulót követően a Nyírgyulaj, az Ibrány és a Tiszakanyár 100%-os a megyei osztályban. Négy csapat, a Baktolóránt Háza, Máté Szalka, Nagyhalász és a Tiszalök pedig még nem szerzett pontot.